A képviselőtestület megerősítette, hogy Párkány kilép a Dunamente turisztikai társulásból. Jövőre a lakossági hulladékdíj 22 euróról 25 euróra emelkedik, és nagyon kis mértékben emelkednek a lakások, családi házak, épületek adói is. A Vadasvárosi Kft. 40 ezer euróval többet fizet majd az általa a várostól bérelt telkekért és ingatlanokért. Bohumír Horban, a városi rendőrség parancsnoka távozik posztjáról, egyszerű városi rendőrként dolgozik tovább. Címszavak a Párkányi Önkormányzat november 7-i rendkívüli nyilvános üléséről. Bár az önkormányzat csak a decemberi ülésén tárgyal majd Párkány jövő évi költségvetéséről, a mostani rendkívüli ülésen kiderült, hogy néhány területen elkerülhetetlen lesz bizonyos díjak és adófajták emelése. Mint elhangzott, erre főképp amiatt lesz szükség, mert az állam jövőre sokkal kevesebb pénzt oszt vissza az önkormányzatoknak a részadókból, mint eddig, ráadásul központilag és a törvényekkel összhangban emelkedtek például a közalkalmazottak és a pedagógiai dolgozók, valamint az államigazgatásban dolgozók bérei is. Továbbá drágulnak az üzemanyagok és az energiaárak is. Ez mind közrejátszik abban, hogy jövőre például lakosonként az eddigi 22 euró per éves hulladékelhordási díjat 25 euróra emelik majd. Ez utóbbit amiatt is, mert a nánai tározó betelt, és a lakossági hulladékot valószínűleg sokkal messzebbre kell majd hordani, ráadásul a környékbeli lerakatok eleve nagyobb tárolási díjat számítanak fel, mint eddig a nánai lerakat. Valamint a környezetvédelmi tárca legújabb rendelkezései szerint eleve magasabb tarifadíjak érvényesek a hulladékgazdálkodásban. Az ülésen arról is tárgyaltak, hogy Párkány a közeljövőben saját hulladékgyűjtő edényeket vásárol. Az önkormányzat megszavazta, hogy Párkány kilép a Dunamente turisztikai társulásból azzal, hogy megbízta a városi hivatalt egy új, saját, Párkány központú turisztikai destinációs menedzsment megalakításával és az ezzel kapcsolatos dokumentumok, illetve a regisztrációs folyamat előkészítésével. A polgármester a képviselőtestület hozzájárulásával saját kérésére felmentette Bohumír Horbant a városi rendőrség parancsnoki funkciójából. Horban munkaviszonya ugyanakkor nem szűnik meg, városi rendőrként dolgozik majd tovább. A posztra 2020. január 1-i hatállyal pályázatot írtak ki. A rendkívüli ülésen arról is tárgyaltak, hogy a Duna utcai bérlakások átadási határideje sajnos halasztódik, ugyanis a villamosművek új transformátorállomást létesít a közelben, ráadásul 700 méter hosszan a kábeleket a földben kell elvezetni. A részletekről magazin műsorunkban számolunk be nézőinknek.